döcögős első fél időt láthattunk sok gólhelyzettel. Te milyennek láttad az első fél időt? Igen, már első fél időben is eldönthettük volna a találkozó sorsát, hiszen kétszer is eltaláltuk a gól, a szerzett gól mellett kétszer is eltaláltuk a kapufát. Hát most ez ilyen, hogy ez mind a kettő kijött, azon kívül is voltak nagy lehetőségeink. Bár azt hozzáteszem, hogy most nem voltunk olyan frissek, mint a legutóbbi mérkőzésen, emiatt több eladott labdánk is volt, ami eddigi találkozókon nem volt ránk jellemző, nem volt olyan folyamatos a játékunk. Ennek volt az köszönhető, hogy 1-0-al jöttünk be fél időre. Legutóbbi mérkőzésen talán azért voltatok frissek, mert azt esőben játszottátok, vagy legalábbis felázott pályán, tehát volt víz, ami frissítsen benneteket, nem? Na hát ez így nem, teljesen így van. Viszont azt látni kellett, hogy nem az erőllétünkkel volt baj, hiszen a mérkőzés hajrájába egyértelműen fölülkerekedtünk, és ekkor már különbség megmutatkozott. Külön örülök annak, hogy ezúttal is tudtunk begyakorolt figurából gólt szerezni, vagy gólokat szerezni, és azt, hogy volt egy nagyon látványos gólunk, amit a Grassl szerzett, de nyilván nem csak őt szeretném kiemelni, hanem a többieket is, hogy nagyon sokat kivett egyébként a csapatból, visszatérve a legutóbbi mérkőzés, amit tényleg hatalmas vízbe, sárba játszottunk le. Most talán ennek tudható, hogy egy picit tompában kezdtünk, de mondom, az viszont kijött, hogy kondicionálisan rendben van a csapat, hiszen a hajrába azért egyre másra vezettük a támadásokat, és még ekkor is voltak nagyon nagy lehetőségeink. Hozzá kell tenni ilyenkor, hogy arra is figyelni kell, hogy azért a vendégeknek is volt egy-két lehetősége, de azért, ha összességében nézzük, akkor úgy érzem, hogy jóval több lehetőségből, hát jóval többet is használtunk ki. Nem csak lehetősége volt a vendégeknek, de malaca is, mármint ha azt nézzük, hogy a ti támadásaitok mennyivel több is lehetett volna, ami kapuba megy, de hát a focit azt ugye nem helyzetre játsszák. Viszont az első fél idő végén volt talán az első, hogy a Pápának sikerült eljutni a kaputokig. Igen, tehát ezért ellentmondás az, hogy első fél időben nem játszottunk túl jól, ugyanakkor a védekezés meg volt szervezve, tehát komoly lehetőség első fél időben a vendégeknek nem akadt. Én úgy a szerencsében nem hiszek, megmondom őszintén, mert tehát itt a két kapufa mutatja, egy kicsit beljebb kell lőni, és akkor nem beszélünk róla, akkor gólokról beszélünk. A másik az, hogy viszont tényleg itt a második fél idő az már olyan volt, amit az ember elképzel. Akkor elégedett vagy a csapatoddal? Hát természetes, hiszen 4 olyan mérkőzést játszottunk, amiben hát egyértelműen az volt a cél, hogy minden mérkőzést próbáljunk ebből a 4-ből behúzni, és hát a Pápa azért jó csapat, annak ellenére is, hogy ma 5-öt tudtunk rúgni. Volt egy-két hiányzójuk, de erre azt szokták mondani, hogy ez a mi eredményünket, ez eredményünk értékét nem csökkenti. Most már rúghatnánk valami gólt, nem? Ugolj! Gyerünk már!
Adok egy mikrofont, és akkor tudod, hogy
Hát azért mondom. Mert látom, van egy pár itt, akkor is te nekik kell menni. Hát ott van. Utassátok egy kicsit! Köszönöm.
Na, látjátok már hát azt a táblát, hogy egy szombacert, a szombacert. Amiréhez bátorság kellett a játékvezető úr előtt itt fölvágni, nem? Hát.
Thank you.
Yeah.
De nem, dobd ki! Abba! Hajlájka! Hajlájka, gyere! Megint! Fönt tartotta te! Már ugrások, figyeljenek! Ezt te hoztam!
Vigyázz! Thank you.
43 vagy 42? Itt van előtt. Nem, 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 nem
Ha a játékos esünk a kapuba, akkor mi volt? Pápai játék. Akkor az ön. Ez már a valóság.
Thank you.
Gyere, folyt a pászba, gyere! Hagyjuk már!
Majd ha kiegyenlítenek, nem ezt mondod. Yeah.
Thank you.
Csinálni Robi rossz a kijelző, és csak ez működik. Ez meg belelógja. Jó, amúgy a 80. percben. Gyerekek előtt! Nem baj, nem baj!
Na, mit történt? Szeretjük! Próbálunk odafigyelni, de nézd csak meg, hogy nem lehet vele mutatni. Most egész jól látszik. Ugye az előbb benéztem, tehát a 77. perzőben már csak. És ott volt a negyedik. Azért kellett volna inkább rárugni, aztán... Yeah.
Gyorsan,
Azért tetted olyan messze a kocsidat, ott hát, ha nem találják, jó? Lenyerte a sipot, nincs meg az eredménye ez. Nem elég vére. Akkor halljad te! Na, ki a bárunk bajni, bassz? Valódi úr, mi történik, kérem szépen? Azért ezt az egyet megengedhetjük volna neki. Nem kicsit nagyon. Hold on!
Yeah.
lenyerte a sipot, nincs meg az eredményjelző. Nem elég vére. Nem látod, akkor halljad te! Na, ki a bárunk bajni, bak? Hülye kurva, bak! Nem tudsz neked? Mi történik, kérem szépen? Azért ezt az egyet megengedhettük volna neki. Nem kicsit nagyon. Fújjad!